címmel. Képviselő úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Önök 2010-ben nagyon rossz állapotban vették át a rendőrséget. Azt ígérték, hogy nem csak az utcákon, hanem a rendőrségen is rendet fognak tenni. Mi ugyan kétkedve fogadtuk ezt a kijelentést, de bíztunk abban, hogy a Magyarország és a magyar emberek érdekében önök sikerrel fognak járni. Sajnos azonban azt látjuk, hogy ez nem sikerült önöknek. Önök nem csak az utcákon, hanem a rendőrségen sem tudtak rendet tenni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy nyáron Devecseren, Csókakörön, illetve Cegléden elmaradt rendőri intézkedések lejáratták nem csak az egész rendőrséget, hanem embereket sodortak veszélybe. A rendőrök lényegében első sorból díszpáholyból nézték végig bűncselekmények megvalósulását. Emellett kérdezem azt, hogy milyen rend van azon a rendőrségen, amelynek Teve utcai székházában az országos rendőrfőkapitány egyik reggel véletlenül belebotlik egy strandpapucsos, törölközött lóbáló fiatalemberbe, majd két nap múlva derül ki, hogy a környező irodaházakból szabadon lehet bejárkálni egy védett objektumnak a konditermét használni. Szintén kérdezem, hogy milyen rend van egy olyan rendőrségen, amely 2009-hez viszonyítva nem tudta visszaszorítani a bűncselekmények számát. Az összbűncselekmények száma 14%-kal, a személy elleni bűncselekmények száma 13%-kal, a közrend elleni bűncselekmények száma 56%-kal növekedett. Szintén a nyár eseménye volt, hogy sajnálatos módon fény derült azokra a rendőri korrupciós esetekre, amelyek úgy tűnik, hogy már évek, évtizedek óta behálózzák a magyar rendőrséget, és sajnálatos módon azt látjuk, hogy az alvilág nagyon mélyen, nagyon magas szinten be tudott épülni a Magyar Köztársaság rendőrségébe. Sajnálatos módon az is valószínűsíthető, hogy nem minden tettes, nem minden érintett került még egyelőre rács mögé. Ön államtitkár úr persze válaszolhatja azt, hogy ez nem az önök hibája, erről önök nem tehetnek. Azonban ez nem lenne igaz. Az az igazság, hogy a Magyar Köztársaság Bűnügyminisztériumát az a Pintér Sándor vezeti, aki az elmúlt 22 évből 5-ben országos rendőrfőkapitány volt, 6-ban pedig a Magyar Köztársaság belügyminisztere. Az ORFK-t az a Hatala József vezeti, aki 1998 és 2006 között az ORFK közbiztonsági főigazgatója volt. Az Nemzeti Védelmi Szolgálat élére pedig azokat a rendőröket nevezték ki önök, akik a Móri Mészárlás kapcsán az elbaltázott nyomozást vezették. Kérdezem, Pintér Sándor és köre alkalmas a rendőrség megújítására? Azok az emberek alkalmasak a rendszer megreformálására, akik lényegében az elmúlt 22 évben kiépítették ezt a rendszert? Tényleg a megfelelő alkalmas emberek próbáljanak most rendet tenni? Emellett azonban nem mehetünk el szó nélkül, hogy az LMP nem csak kritizálni szeretne, hanem megoldási javaslatai is vannak. Az LMP azt javasolja, hogy a környező országokban bevált közösségi rendőrséget vezessék be Magyarországon is, ez tud valódi közbiztonságot és védelmet nyújtani az emberek számára. Válaszadásra Kontrát Károly államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az ön által az interpellációjában feltett kérdésekre a válasz igen, igen, igen. Ezen túlmenően szeretném elmondani, hogy a Nemzeti Együttműködés kormány azon dolgozik, hogy Magyarország biztonságos ország legyen. Magyarországon rend van, azt a hatóságok, a rendőrség minden törvényes eszközzel biztosítják. E célból számtalan döntést hoztunk, a három csapás törvényétől kezdve a szabálysértési elzárás intézkedésének bevezetéséig. Tisztelt képviselő úr, önök hol azt vetik a szemünkre, hogy a rendőrség erőtlen, hol a szervezeti átalakítások szükségességét hangsúlyozzák, hol pedig az elkövetők jogainak erősítését kívánják. Önök számon kérik a szervezeti átalakításokat, a bürokrácia csökkentését és a hatékonyságot. Amikor pedig egyébként a Nemzeti Együttműködés programjában meghirdetettek alapján szervezeti átalakításokat indítottunk, akkor hirtelen az lett a probléma, hogy kapkodással vádolnak bennünket. Tisztelt képviselő úr, a szervezet átalakítás előkészítését már a kormányalakítást követő első napokban elkezdtük. Az első lépés az állapot felmérés volt, majd elemeztük a helyzetet, és néhány héten belül megtöbbszöröztük az utcán szolgáló erőket. Ezután kezdeményeztük a jogszabályok megváltoztatását. Ma már rögtön a bíróság elé kerülhetnek a tolvajok, így háromszor is meggondolják, hogy megkárosítsák-e a kistermelőket, kereskedőket. A rendőri jelenlét pedig jóval erősebb az utcákon, mint két évvel, két és fél évvel, vagy három évvel ezelőtt. Azt is számon kérték rajtunk,
hogy nincs elég járőröző rendőr, majd pedig azt kritizálták, hogy létszámában is erősebb a szervezet, hiszen 3500 új rendőrrel többen teljesítenek ma szolgálatot, mint a kormányváltást megelőzően. Ami pedig a korrupció ellenes fellépést illeti, amikor a Nemzeti Védelmi Szolgálatot létrehozta a kormány előterjesztésére a parlament, akkor önök azt sem támogatták. Amikor pedig eredményei vannak a fellépésnek, önök épp az eredményeket vetik. A statisztikákkal kapcsolatban már a kormányváltáskor kijelentettük, hogy a lakossági bizalom megerősödése miatt több feljelentés születik valószínűleg, és kisebb lesz a rejtve maradt cselekmények aránya. Ennek megfelelően már Pintér Sándor belügyminiszter úr kinevezés előtti meghallgatásán jelezte, hogy a kezdeti időszakban, az első félidőben a statisztikai adatok majd több bűncselekményt fognak jelezni. Már világosan jelentkeznek az eredmények. A jelentősebb bűncselekmények elkövetőit gyorsan elfogta a rendőrség. A befejezett emberölések száma 2012 első 8 hónapjáig 76, 2009-ben ez a szám 87 volt, 2010-ben pedig 80. Ez eddig 20 évre visszamenőleg a legjobb adat, ami született. Természetesen nem lehetünk elégedettek, hiszen egy bűncselekmény elkövetése is egyel több az elfogadhatónál, de a tényadatokat szerettem volna ismertetni. Ami pedig a regisztrált bűnelkövetés számát illeti, 8%-kal kevesebb a korábbiakhoz képest. A szándékos súlyos testi sértések száma 2011-ben az előző évhez képest 13,3%-kal csökkent, és a cselekmény bűnelkövetőjének száma is 17%-kal kevesebb. A halálos közúti balesetek száma 2010-hez képest 17,3%-kal csökkent, a garázdaság 4,2%-kal lett kevesebb. 2011-ben a büntetett előilletű elkövetők száma hatékony törvényeinek köszönhetően az előző évéhez képest 8,4%-kal volt kevesebb. Tisztelt képviselő úr, mi személyes példamutatást várunk el, és önök nem jártak ezzel elő, hiszen 2011. decemberében a parlament elé bilincselték magukat, majd 2012. nyarán pedig magánterületen engedély nélkül tüntettek. Ezeket a jogsértéseket az ombudsman is megállapította. Kérem, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. Ismét képviselő úr, a szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen a válaszát, államtitkár úr. Köszönöm, bár meglepődve tapasztaltam, hogy lányos zavarában ön Gyurcsány Ferenc 2006-os elhíresült kampánydalát idézte. Igen, igen, ez eléggé furcsa összefonódásokra ad lehetőséget. Másrésztről tény, államtitkár úr, hogy Pintér Sándor és köre nem alkalmas a rendőrség megújítására. Tény, hogy ők állították fel azt a rendszert, ami most működik a rendőrségen, és tény az, hogy Pintér Sándor a rendszer terméke és a rendszer működtetője is. Ezekkel az emberekkel nem lehet új rendőrséget építeni, ezekkel a régi rendszert lehet toldozgatni, foldozgatni. Ugyanígy tény, államtitkár úr, hogy a bűncselekmények nem szorultak vissza, és itt lehet össze-vissza beszélni a statisztikákról, az viszont biztos, hogy a magyar emberek sem a vidéki városokban, sem a vidéki falvakban, sem a fővárosban nem tapasztalják azt, hogy több rendőr lenne az utcán, nem tapasztalják azt, hogy nagyobb biztonságban élnének, és ezzel kéne foglalkozni, nem pedig különböző látványosan össze-vissza törvényeket hozni. Köszönöm szépen. Miután képviselő úr nem fogadta a választ, kérdezem, a házat elfogadja-e.